Bátor Finé Dulf Anetta festményeiből nyílt kiállítás a Bonyhádi Solymár Imre könyvtárban. A hobbi festő fotók, képek, videók alapján készíti alkotásait, másolatait. Érdeklődése a festészet iránt fiatal korában alakult ki. Gyerekkoromban is tudni lehetett, hogy hát van valami kézügyességem ezzel kapcsolatban, csak hát valahogy nem teljesedett ki a dolog, és úgymond a későbbiekben volt egyszer olyan alkalom, hogy ilyen 21-22 éves koromban festettem le egy otthon a szüleim szobájában volt egy festmény a falon, vagy egy kép, tájkép, és én úgy gondoltam, ha mondom, én ezt így lefestem. Akkor úgymond temperával dolgoztam, és amikor úgy lefestettem, akkor én úgy éreztem, hogy hát úgy néz ki, hogy ez van tehetségem. Anetta Cikónél falujában már több kiállítása is volt. Egyes után akkor volt úgymond egy picit több időm ezzel foglalkozni, akkor készült egy több kép, aztán ebből majd lett egy helyi kiállítás, úgymond falunapon, Cikói falunapon. Ott már úgymond az ötödik alkalom volt az idén, hogy ezt megrendezhettem. Nagyon sok ilyen visszajelzés jött, meg dicséret, meg ez egy picit doppingolt, hogy visszajelzések, amit ugye felraktam internetes oldalra, hogy biztatások jöttek, meg ilyesmi, hogy miért nem foglalkozok ezzel többet. De hát úgymond munka mellett ez igen nehéz ezzel foglalkozni, hogy csak ezzel dolgozzak. Az alkotó nem tanulta a festészetet, akrélképeit fotók, videók alapján másolja. Szereti a fekete-fehéret is, de legszívesebben tájképeket fest. Úgy érzi, mivel alapvetően vidám természetű embernek tartja magát, hogy ezek a képek adják vissza legjobban a személyiségét. Hogyha bármilyen képet meglátok, vagy neten, vagy bárhol, az mindegy, mekkora az a kép, és hogyha megtetszik, azt akkor lefestem, meg különböző ilyen kis videók alapján azokat is, a YouTube az mindig ugye küld ilyen ajánlatokat, és akkor ott nagyon sok mindent megtanultam már így az évek alatt, mert hogy visszatekintek a régi képeim közé, vagy a régi képeimhez, hogy amikor úgymond az elsőt megfestettem, vagy amikor 2008-ba festettem, és amit most festek, hogy azért én is látom a változást, hogy azért sokat fejlődtem, és mondjuk jó lenne ezt tovább fejleszteni ezeket a dolgokat. Igazából nyitott vagyok mindenre, igazából csak tájkép lenne az, ami még tudok festeni, mert ilyen, hogy portrékat sajnos nem, bár nagyon szeretném azt is, de azt úgymond megtanulni kell, az már egy más kategória. Képeit eladásra készíti, és ő maga is sokat elajándékozott már. Nagyon jó érzés számára, ha alkotásai mások otthonát díszítik, vagy ha azokat ajándékként veszik meg, továbbadják, és ezzel vásárlói örömet szereznek szeretteiknek. Az alkotó szereti a hobbiát. A legnagyobb nehézséget inkább az okozza számára, hogy munka mellett időt tudjon szakítani elfoglaltságára. Az időt kell erre rászánnom, mert ugye anyuka is vagyok és feleség is, azért, hogyha a szabad napom is lenne, akkor ugye a háztartást is vezetnem kell. De nyilván azért fordítok erre úgymond időt, hogy akkor egy délután csak ezzel, vagy csak erre fordítom az időmet, hogy akkor csak azzal foglalkozzak, hogy akkor azt megfestem, mert mindig van bennem, főleg, hogyha így látok dolgokat, meg ezek a kis videók, ahogy így jönnek, akkor mindig úgy van bennem, hogy hú, ezt nagyon szeretném megfesteni. Csak hát mindig az időt várom, hogy akkor az mikor alkalmas erre. Szeretnék ezzel több időt foglalkozni meg, ha már adott ez a tehetség, akkor nem igazán szeretném ezt veszni, hagyni. Az alkotó legkedvesebb képét is megmutatta, amely saját otthonát díszíti. Bár a tél és a fekete színek az elmúlást idézik, a ház ablakain kiszűrődő ragyogó fény mégis azt üzeni számára, hogy szülei mindig vele maradnak, emlékük örökké élni fog.
Bátorfiné Dulf Anetta kiállítása szeptember végéig látogatható a Bonyhádi Solymár Imre könyvtárban.